Hát akkor üdvözlök mindenkit, ez most egy ilyen rendhagyó vlogolás lesz, mert ja, az egész onnan indult ki, hogy most hétfőn, ezen a héten, tehát 29-e van most, akkor az feladatomat, ja, 26-án, igen, beszélt, igen, tehát 26-án hétfőn, ugye megkerültem biciklivel a feltiltavat, és erről csináltam videókat, és ugye most úgy gondoltam, hogy akkor most próbáljuk meg ezt, hogy nem összevágom, hanem most így a visszaemlékezésben minden. Én lejátszogatom itt majd a videókat egyesével, alá kommentálok, megmutatok mindent, hogy pontosan ez hogy zajlott, meg mint. Aztán majd ha beválik, akkor legközelebb is fogok ilyen vlogolásokat csinálni. Mert miért is ne, tehát... Mondjuk akkor az egész ott kezdődött, hogy ugye ahhoz, hogy hétfő reggel én el tudjak ott indulni, mert még úgy korán úgy, hogy ennek alatt ez a 124,60 valahány kilométer volt, de majd ezt is meg fogom mutatni a videó végén. Az mert meg legyen egy nap alatt, azért már előző nap el kellett menni, tehát már délután egy ugye vonattal elmentem először Győrig. Ugye egy személlyel, ami alacsony padlós, és lehet rajta biciklit vinni, viszonylag egyszerűen, utána ott átszálltam egy Sopronira. Fertőszendékom most van le, és hát most nem részletezem, nem biztos, hogy ez mindenkit érdekel, meg az életese, biztos örülök neki, hogyha elmondanám, hogy pontosan hol voltam közben, de lényeg az, hogy hegykön volt a szállás, és addig kellett eljutnom, tehát Fertőszentmiklósra is tudtam vonattal elmenni, és utána onnan kellett már lábon a biciklit elvinni hegykőre. Hát ez meg ugye úgy történt, hogy megnéztem a Google Maps-et, a Fertőszentmiklós vasútállomáson, és akkor, hogy ajánljon egy útvonalat hegykő felé, és hát ugye majd mutatom mindjárt az első videót, a lényeg az, hogy aztán majd valami Fertőszírtak, ami hasonló falunk kellett még először átmenni. De oda viszont Fertőszentmiklósról rávitt egy ilyen rosszabb földútra, ami ráadásul esett az eső, előtte egy kicsi sáros is volt, de mégis nem volt annyira vészes, úgyhogy miután beértem az első faluba, onnastól kezdve indítottam el a videót. Az egyiket, ott csináltam egyet. A sajnos az még ugye, mert az élő videó is volt, azért ugye még biciklizés közben, tehát ugye a telefont azt így fogtam, hogy az álló videó lett, nem pedig hogy ugye rendesen elfordított fekvő, ezért ez olyan van ilyen, de hát mindjárt meg is mutatom. Ez volt, itt kezdődik. Akkor elkezdjük ezt a vlog sorozatot. Ez ugye most a... Azért vagyok itt Fertőszépnapon, vagy hol, így Fertőszentmiklósra indulva, mert a Fertőtavat fogom körbebiciklizni. De azt majd csak holnap reggel fogok indulni, most egyenlőre, még csak hegykőig megyek. Aztán holnap onnan indulok. És ugye Fertőszentmiklósi vasútállomástól még hegykőre el kell jussak valahogy. De most már legalább a szalabbik része megvan a földutas. Úgyhogy most már településen és betonúton megyünk. De maga a vonatút az egyébként eseménytelen volt, hát direkt személyeket néztem, tehát Kelenföldtől Győrig, meg Győrtől Sopronig is fölött, hogy bicikli szállítás ne okozzon gondot. És hát... Akkor most... Hát akkor itt kezdődött a dolog, és valóban ugye azért néztem ilyen vonatot, mert általában az estízes is, ami ugye déliből megy Győrbe, és Győr-Sopron is általában fölöttökkel van kiadva, és azon ugye vonat egységenként lehet vadbiciklit vinni, és hát ilyenkor vasárnap délután nem valószínű, hogy olyan sokan lesz, hogy nem férnék fel, és ugye elméletileg lehet hatót vinni, gyakorlatilag ugye láttam én már velencei tavi vonatokon, meg vonatokon, hogy elfér azon akár több is, jóval több is. Hát igen, tehát ez volt az első, és akkor ugye mindjárt az volt, hogy ugye közben nem lehet mindig videózni, mert a térképet is nézni kellett, hogy merre kell tovább menni. De hát akkor hogy 17 óra 9 perckor csináltam a következő videót. Szóval... Tehát Győrtől szintén egy sportszelet fölött eljöttem, Fertőszentmiklóson leszálltam, és hát onnan akkor most már lábon megyünk tovább. Én most éppen be van az ég borulva, de a vihar az már elvonult, úgyhogy valószínűleg ezt a kalandot szárazon fogom megúszni. De most mindjárt megszakítom a videót, mert meg kell néznem a térképet, hogy merre kell tovább menni. Úgyhogy... Kéne egy kis tájékozódás, mert... Ugye most rá kell nézni a térképen, mert szerintem itt majd valamerre menni kell, de úgy látom van bicikliút. Valamerre legalábbis. A Sopron az nekünk nem jó. Hát, egy kő, nem.
Egyébként meg nem látom sehol kiírva, úgyhogy itt most akkor a videó megszakad, és térképnézés jön. Hát igen, ez így is történt valóban. Igen, próbáljuk csak, na, ja, mindegy, jó lesz ez így, csak... Hát igen, mert ugye maga a térkép is a telefonom volt, és ugye egyszerűen lehet videózni, és a Google Maps-et is nézni, hogy éppen most merre vagy. Aztán majd később már átérek arra is, hogy a tókerülésnél hogy csináltam a térképnézést, de... Most egyelőre még ott tartunk, hogy még ugye el kell jussunk egy főre. Tehát térkép megnézve, és mentünk tovább. Soproni utcát megtaláltam, és akkor most így hosszú egyenes. Van biciklisáv, úgyhogy szépen haladunk. Elvileg csak egyenesen kell végigmenni, és ott leszünk. Úgyhogy majd esetleg később jelentkezem, de itt most már sok újdonság nincsen. Hát jövünk. Végre betonút van, nem földút, nincs sár. Egy-két tócsába belehajtom, még a kerekeket is le tudtam mosni. Úgyhogy egyenre ennyi. Akkor itt most lesz egy vágás. Hát igen, ennyi volt. De aztán megtaláltam a táblát, hogy merre kell továbbzni. Az útjelző tábla szóval még 2 km hegykő, és majd holnap ugye ott arra kell majd tovább menni. Az a feltőtt tavi bicikli út, illetve már azt hiszem ez is a része. Tehát lehet, hogy holnap este majd visszafelé is erre fogok jönni. Úgyhogy, és ott a teljesen pöpec bicikli út. Úgyhogy irány tovább. Már csak 2 km. Sziasztok! Hegykőre, úgyhogy első feladat mára megvan, de ez itt már a feltőtt a bicikli útnak a része, ahol éppen most megyek. Úgyhogy holnap ugyanúgy erre kell tovább jönni. Hát sajnos nem van. Már másik irányba kellett végül, de igazából ez volt az első nap. Így aztán utána a következő videók már másnap készültek az éles tókerülésen, de mindjárt mutatom is, hogy 8:12, tehát ez mondjuk nagyjából számít a tényleges indulásnak. Akkor jelentkeztem be. Ez még hegyfőn. Fogunk szépen menni, igen, és azért felkészülés az megvan. Hát ebbe, itt van a telefon, itt lesz majd, azon van a térkép is, tehát az nem árt, hogyha az kéznél van, hogy mindig tudjam nézni. Van kamera, ugye az utat fel fogom menni, egy 64-es SD kártya van benne, az biztos elég lesz. És hát 120 km van előttünk, plusz a GPS-t és útvonal regisztrációja is működik. Úgyhogy meg lesz ez. Hát akkor induljunk is el. Hát most talán még annyit így, ez mondjuk a reklám helye, hogy az útvonal rögzítő programban az Endomondót szoktam használni, mert az nekem eddig jól bevált, hogy távolságot is mér, sebességet is, és ugye nem kell hozzá mobilnet állandóan, hanem indításkor elég, ha van utána a GPS alapján már ugye tartja a jelent, és akkor követi az útonat, és nem zavart, hogyha magát, amikor lesz tévedő bárhonnan, akkor feltölti a szerver az adatokat, de egyébként is eltávolja a telefonba, tehát olyan nagy baj nincsen, nem veszik el útvonalat. És ugye sebességet és távolságot is tud mérni. Az be lehet állítani, és nálam most be is volt, hogy csak tiszta időt mérjen, tehát hogyha megállok, akkor magától leállítja a számlálást, tehát ugye te csak a tiszta időt mérjen, amikor tényleg haladsz. Jó, hát ugye a 64-es SD kártyára szükség is volt, mert tényleg elég hosszú felvételek voltak, a kamera végigment, majdnem végigment. Lesz majd abból is videó, csak ugye most ugye konvertálja már át a másik gép, plusz ugye rászkódások kettő, és azért mindent el kell küldeni, hogy talán nézhető legyen, hát meglátjuk, hogy az eredmény mi lesz. Úgyhogy ez a hegykői indulás volt, hát gyakorlatilag nem tudom, mit lehet még így hozzátenni. A kamera az egy SE4000-es. Egy igazából egy autós kamerának van, de ugye lehet használni erre is. 8:30. Akkor délre eddig jutottunk. Feltő szép lak feltőd, de itt a vasúti megállóhely épülete, itt csak azért álltam meg. Ezt így nézzük meg, hát vonat éppen most nem jön, de biciklis viszont igen, úgyhogy arrébb megyek, hogy el tudjam engedni. Ez még mindig a Győr-Sopronvas útvonal, és ott a megálló peronja. Itt szépen félreállunk, és hagyjuk elmenni. Na. Akkor lássátok feleim, itt vagyunk. Csinálunk fényképet is. Innen még pomoly 10 km, és akkor átlépünk az Ausztriába. Hát most ugye itt vagyunk. És ott. Hát akkor menjünk is tovább. Igen.
Tehát azt mondom, a következő fél órával később az már az osztrák határnál volt. Feltő szép lapon és feltődőn keresztül, most már eljutottam a határig. Ez itt a feltőri határ, Pomogytól körülbelül egy kilométerre vagyok. Egy kicsit szalabb volt a bicikli út errefele. Hát igen, és igen, ezeket a videókat pedig a telefonnal vettem fel, és nem lehet, hogy videózás közben, nem enged menet közben kamerát váltani. Tehát leállítom a videót, és úgy váltottam át az előnapi kamerára. Szabad volt a bicikli út, mint eddig, mert úgy hegykőtől, ahol indultam, hogy egész jó minőségű bicikli út volt, de aztán itt volt egy olyan 5 kilométer, amikor nagyon szar. Hát reméljük majd a túloldalon jobbak lesznek, egyébként ez már a határátkelő, itt látszik, az ott már Ausztria. Úgyhogy itt első dolog, akkor most az lesz, hogy akkor mobilnetet kapcsoljuk le. Úgyhogy itt a céges telefonnál dettó ez lesz, igen, de hát most mutatom mindjárt, hogy lesz, hogy mobilnet ki. És ezen is mindjárt ki fogom kapcsolni a mobilnetet, hogy ne csináljon itt nekem nagy adatforgalmat. És innestől kezdve pedig megyünk tovább, jó? Kamera működik, azt megnézem. Powerbank az ugye ellátja árammal a telefont is, meg a kamerát is. Az útvonal jó, a térképet megnéztem. Úgyhogy innen már nincs más hátra, mint előre. És eddig még csak egy kb. 15 km volt. De 10 óra 46-kor jön a következő videó, ez már valószínűleg Pomogyba. Na, hát akkor most feljöttünk egy kilátóhoz. Onnan jöttem. És hát ugye itt van a Pomogy, innen erről jöttem. De ott van Feltőújnak is, Imidzsen is voltam. És most elvileg valahol itt vagyunk. Hát mindegy, van ott egy szép pihenő is. Ugye most feljöttem egy kilátóra, és ott van a Feltőtó arra. Mutatom. És egyébként ez meg a kilátás itt. Hát mobilnek nincsen, úgyhogy most így ezzel dolgozunk. Ráadásul emlékszem a telefont is, úgyhogy most már marad a kamera. Úgyhogy na nézzük, akkor ez változott a Feltőtó, és akkor hát ott valahol ott a vége fele van Nezsider, és akkor onnan fogok visszafele jönni. Az ott a bicikliút. Azon kell majd tovább menni. Itt már nagyon jó minőségű bicikliutak vannak. Igazából ezek ilyen mezőgazdasági utak nagy részt, amire rángetik a bicikliket, és ez egy nagyon ötletes dolog. Kár, hogy nálunk még erre nem jöttek rá, hogy ez így olcsó biciklet építeni. Én meg itt vagyok. Nem tudom, mennyire fog látszani, mert ezen nincsen ugye előnapi kamera, de... Tök, hogy jöttem, aztán majd csinálok egy ugyanilyet a tónál. Ja, hát majd egy kicsit kisebb lesz a forgalom, de igen, itt vagyok. Most ikedében már a harmadát az útnak letudtam. Tehát ezért egy olyan 40 kilométernél vagyok most. És lehet kb. Olyan fél 11 körül. Úgyhogy ennyi az ott a tó. Úgyhogy majd még jelentkezem. Itt vagyok most. Ez ugyanaz a kilátó, csak most így alul. Mutatom ott errefele a tavat. Itt van a kilátó mögöttem. Látszik. Úgyhogy a bicikli. És most megnéztem, 43 kilométernél vagyok most, úgyhogy harmada. Mondom, hogy jó sat szóltam, hogy kb. A harmada megvan. Úgyhogy szembe ott a Feltőtó, mindjárt megfordulok. Az is látszik. Nezsider, meg még azért picit messzebb van, az ott valahol arra. De arra fogok tovább menni. Úgyhogy igen, most itt. Fényképet nem tudok csinálni ezzel a selfie bottal, de akkor próbálom azt is. Hát, nem fog menni. Mindegy lesz majd az is. Na, sziasztok, akkor menjünk tovább. Ja, hát akkor ez volt kb. Tényleg az útnak már kb. A harmada meg volt. Fél órával később. Ahol Nezsider előtt vyagyok, és csak azért mutatom be ezt egy videón, hogy eddig az osztrák földön ez volt a létező legszalabb bicikli út. Ennél szalabban még nem mentem, tehát most még, hát igen, na most pont látszik, tehát már mondanom se kell, mert azért nem fordultam volna vissza, mutassak egy ilyet, hát ehhez hasonló tankcsapdák vannak benne. Tehát van olyan túlcsap, amit nem lehet kikerülni. Ezzel még szerencsém volt, meg ezzel is az lesz, de
csak azért kapcsoltam most be a videót, és mutatom ezt meg, hogy tehát valahogy így kell bicikliutat csinálni. Hogy ez volt eddig a létező legszarabb, amit láttam. Úgyhogy ez nem is annyira földút ez inkább, hanem ilyen kavicsal leszólt valami, de annyira nem rossz. Nem homokút, amiben csúszkál a kerék, nem sáros földút, amiben elsüllyedsz. Úgyhogy jó. Hát most, hogy pontosan merre vagyok, azt nem tudom, mert ahhoz meg kéne állni a térképet megnézni, de azt is itt a osztrákok javára kell írni, hogy kitáblázás az nagyon jó. Tehát hát a B10-es kell követni, és nem csak táblák is vannak az aszfalton, és hogy a kanyarodik, akkor nyilakkal van jelölve, hogy merre fele. Ki vannak írva a települések is. Itt külön a B10-hez ki van írva, hogy ne zsidel. Hát illetve ez a ne, tehát osztrákul, de mindegy, de ki van írva. És hát ennyi. Lenne mit tanulni itt a magyar bicikliút építőknek. De jó, hát akkor egyelőre ennyi, aztán majd úgyis lesz belőle videó, akkor majd látni fogjátok. Meg azt, hogy mennyi szélkerék van. Szerintem Magyarországon összesen nincs annyi, mint amit itt hirtelen látok. Jó, sziasztok! Hát igen, azért tényleg ez egy... És a bicikliútak tényleg mindenhol jók voltak, tehát ez ilyen becsületére váljon. Ja, volt még egy 29-kor, de ez itt már az, amikor már közel lettünk Mezsiderhez. Hát én 10 perccel később csináltam egyet, akkor már tényleg azt, hogy elhagytam egy ilyen part, menti szakaszt, és aztán meg megint a sinek mellé szerintem akkor jön, igen. Közelében és egy vasút mellettünk. Ez szerintem a Pomoly-Mezsider vonal irányézésre. De pontosan nem tudom, hát... Ne. Nem lehet tudni. Viszont probléma, hogy fogytán van a vizem, úgyhogy valahol meg kell állni és venni. Mert kutat eddig sehol nem láttam, mióta Ausztriába vagyok. Hát az még igaz, hogy most nagy rész erdőbe jöttünk, ott meg ugye nálunk sincsen, de ha találok egy ilyen közkutat, akkor az jó lenne, hogy fel tudnám tölteni a PET palackomat. Hát ha nem, akkor meg vennem kell valahol. Kell keresni egy billát, vagy valami olcsó boltot és venni. Úgyhogy igen, még a legvalt, hogy pokoli meleg volt, mert nagy kánikula, de hiába vittem magamba a képet, palaszkizet is, az nem volt elég. Tehát eddig, és még itt az út felénél nem tartottunk. Hát ez még a fele, az sehol nem volt, na nézzük csak még. Ja, még ez, ja, és még elköszönöm. A videót, szóval még akartam mondani, akkor most már tovább. Ja, igen, amikor még véletlenül nem maradt a vége. Csak kicsit, mert csak egy kereszteződéssel mentem arrébb, és rögtön találtam egy vasútállomást is. Arról fog szólni a következő videó, majd mindjárt mutatjuk, ha megtalálom. Na szóval itt van egy vasúti megállóhely, ez a Weinden am See, és látszik, hogy még két megállóhely van, és ott van Mezsider, tehát, és azt mondják, hogy csak 2 kilométer, tehát innen már nincs messze. És 59-kor fog jönni egy vonat, azt majd lekempelem valahol. Ez így is volt, ez majd, de Mezsider után pont sikerült is elkapni azt a vonatot. De menjünk csak tovább, hol volt? Ja, igen, tehát 53 perccel később. Ja, hülye, 11 óra 53 perckor vettem ezt föl. Tehát ez mindegy 20 perc azután, miután még Mezsidert elhagytam, ott nem találtam még, szerintem volt. Ja, igen, bementem ott egy helyre, ahol ki volt írva, hogy büfé volt ilyesmi, csak az be volt zárva. Ezt gondolom, hogy hétköznap nem volt akkor a forgalom, vagy tudom. Elhagytuk egy vasúti átkelébe vagyunk éppen. És elvileg 5 percen belül jönni fog egy vonat, úgyhogy azt megvárom. Úgyhogy is éven meg ráadásul ezek az osztrák fénysorunkók, ezek kicsit másképp néznek ki, mint nálunk. Úgyhogy már csak azért is én adtam, hogy megvárom vonatot, főleg, hogy tényleg az volt, hogy ugye arra megállunk helyre, amit ugye találtam, ott az volt, hogy 59-kor fogott megállni, tehát, és már 53 volt, tehát hamarosan jönnie kellett, és jött is egy perccel később. Osztrák fénysorokók, majd ezt is levideózom, mikor átvált. Egyébként meg ugye valószínűleg amúgy a Brocken-Lejhába tartó vonat fog arról jönni, meg majd szerintem a Pomoly felé jövő meg innen. De az 12.06-kor volt kiírva egy 2 perccel előtti megállóhelyre.
A másik meg elvileg 11.59-kor jön, és most 55 van, úgyhogy elvileg mindjárt itt kéne lennie, ha nem késik. Vagy ha másom, akkor majd a Pomogy fele jövőjön. Úgy. Sima kerékpár, és ez az itteni fés, szerintem a... és jön a vonat, jön a vonat. Ez gyors volt, fölvillant egy sárga, először, aztán a piros, és nem telt el 10 másodperc, már át is csattogott a vonat. Úgyhogy ez szép. Hát akkor szerintem én tovább megyek. Keresek egy helyet, ahol vehetek vizet, meg megeszem a legyártott szendvicset ebédre. Igen, ez tényleg jó volt, és az látszott egy őbébés talent volt, és tényleg elég hamar átcsattogott. És akkor még egy 11-12-21-kor jön a következő felvétel, szerintem ekkor álltam meg a boltnál. Most bol jelentkezem. Itt Nesider után találtam egy svárt, ott van, ahol végre be tudtam vásárolni. Hát vettem egy ilyen kalambó kólát. Nem azt egyébként hasonlít az Zero kólához. Jó, megvettem egy ilyen izét. Hát ezt legalább ismerem, ezt a Nesteát, úgyhogy ez már elég lesz az út hátra lévő részében. Úgyhogy gyerünk ennyi. Jó, visszaszereltem a kamerát. Ott van a töltő is, úgyhogy sem most már minden veszéllyel hárult, mehetünk tovább. Majd még valahol megállok enni. Majd valahol a városon kívül egy pihenőhelyen. Akkor majd ismét jelentkezek ezzel a vloggal. Úgyhogy... Azt, hogy mikor lesz összevágva, azt most még nem tudom. Majd, hogyha vége a túrának, meg haza is értem, akkor, és rájönnek vele foglalkozni, akkor meg lesz. Na jó, sziasztok! Hát most így sikerült, akkor így egyszerre adagolva, vágás nélkül, minden nélkül, hát meglátjuk, hogy ez így milyen lesz. De tényleg, hát mentem egy 20 percet, aztán itt volt az első bajaszünet. Részszünet itt Sásony közelében, és 60 km után. Látunk, na, melletti megint egy vasútvonal, szerintem ez az, amelyik Brokkendej, ha fele megy, de nem vagyok benne biztos, egyébként láttam egy párat már jut közbe. Úgyhogy, hát most én nagyjából fél úton, hogyha lehetek. Úgyhogy, itt ez egy kis mini pihenőhely. Hát ugye arról jöttem, és arra fogok tovább menni. Így, hát én mindig itt vagyok. Útra készen a bespájzolt magammal hozott kaját, azt most megettem. Úgyhogy majd, ha nem lesz elég, akkor majd útközben még veszek. De folyadékot azt vettem, azzal kibírom most már. Az most a baj ez a telefonnal, hogy hátul a kamerát védő plexilap összetört, és így a fókusz nem mindig találja meg. De majd igyekszem vele kezdeni valamit. Na jó, hát indulok tovább, sziasztok! Ja, igen, és itt már azért látszik az is, hogy már kezdtem leégni, mert tényleg baromi erős volt a nap, és hiába kelegettem magamnak tejjel, ameddig el nem fogyott, sokat nem ért a végére. Majd ezt talán itt a vlog végén meg is fogom mutatni, hogy mi a helyzet. Na, de akkor most tovább, hogy 12.40, tehát 13.18 után csináltam egy videót megint. Nézzük csak akkor. És így 70 km után, most megnéztem, most pont annyi. Van egy vasútállomásod szemben, hogy én megmutatom, és megváltam a másik kamerával. Ja, és amit még nem mondtam eddig, de már azért megijedt a mai nap eljönni, hogy Pomogynál megálltam a vasútállomásnál, és benne állt a Ventus. Tárolóvágányon, és be tudtam menni, le is fotóztam, úgyhogy már csak ezért megijedtem. Nem kell többé a Ventus kergetni, megvan. És ezzel még nem volt vége, mert a hatalmasat néztem én is, amikor láttam be Pomogyon a Ventus. Na, végre ő is megvan, eddig is sem sikerült elkapni. De aztán, jó, most egy kis spoiler lesz, hogy másnap is ugyanúgy ott volt a Ventus az állomás, amikor a vonatra vártam. De majd a többit azt majd akkor, amikor odáig elérünk így az idővonalba. Most egy olyan 72 km környékén vagyunk, tehát azért
haladás volt, és még egy videó lesz. A sinek, most éppen letérünk arra az útról, de itt volt egy állomás, és le van futózva, tovább majd erre. És hát elvileg 70 km, 120 az egész, tehát azért haladunk, és most már visszafele. Tehát a térképen is megnéztem, innen már visszafele. Hát követni kell a B10-es biciklet, szerintem jó ki van táblázva. Tovább. Hát most a visszafele az már annyit jelent, hogy már ugye a csúcson túl voltam, de valahol a zsidel környékén volt az, hogy a tónak az egyik oldala az, ami nem indultam már megvolt, és innen már ugye átmentem a tó túloldalra, és tehát innen már visszafele jövök, tehát Magyarország fele vissza a Feltőtó másik végébe. Hát 40 perccel később ismét bejelentkeztem, lássuk. Kilométer. És most ez a szakasz, ez egy ilyen bicikliutas, arról jöttünk. Felvezet az út, igen, ugye arra. Hát ez egy ilyen kis termőföldek közötti szakasz. Így néz ki. És körülbelül az út kétharmada már megvan. Úgyhogy menjünk is tovább, szerintem még egy olyan sasz per kb. 40 km hátra van. Az nagyjából stimmelt is, mert ez 82 km-nél volt, erre most határozatlan emlékszem, mert akkor megnéztem a telefonon, nem csak a térképet, hogy jó helyen tértem le, hanem azt is, hogy hány kilométert mentem addig, és a vége volt 124,60 valamennyi, de majd meg fogom mutatni végén, tehát ez egy, és tényleg ez egy ötletes dolog volt, és sok helyen láttam, hogy ilyen kis régi termőföldek közé beviszik a bicikliutat, ott aztán tényleg nem zavarnak senkit a biciklisek, és igazából semmit nem kell csinálni, csak leaszfaltozni egy-két ilyen mezőgazdasági útonat, ahol főleg csak traktorok járnak. Hát ez egy nagyon jó ötlet, és ezt lehetne alkalmazni nálunk, és több helyen is, főleg az Alföldön, hát mennyi ilyen bicikliutat lehetne így építeni, úgy igazából gyakorlatilag fillérekből, de hát eddig még mi nem jutottunk el. Hát jó, és majdnem jól eltelt a következő bejelentkezés, tehát itt azért mentem rendesen, meg azért voltak emelkedők is, ugye a városon keresztül lévő kaptatós szakaszok, de szerintem ez volt az, amikor megálltam egy büfénél. 97,5 km, közel a 100-hoz, de most muszáj voltam megállni, ettem egy jéghideg nesztelt megint, meg egy kornettót. Egyszerűen ilyen kurva meleg van. Úgyhogy, de már lassan tényleg elérem a 100-at, utána már magyar földön. Most éppen megálltam itt a valami útszéli büfénél. Na, sziasztok, majd megyek tovább. Hát igen, itt az volt, hogy hát igazából volt még innivaló, mert azért az a nagypertpol az nem neszte, ami kitartott, csak hát egyszerűen annyira felforrosodott már, hogy muszáj volt abban a hideg hűsítőt venni, meg hát tényleg kurva meleg volt, hogy tűzött a nap végig. Úgyhogy ez egy ilyen kényszerű megállás volt, megállásod, azt jelenti is tértem le, és bementem egy ilyen 2 km egy ilyen sarantozások, és akkor csak ott derült ki, hogy az már a sárkutca is vissza kell fordulni. És ráadásul lejtős rész volt, tehát így gudultam befele, visszafele meg ugye az emelkedő volt. De hát ez semmi volt, és utána lejött azt, hogy itt már közel voltam a 100. kilométerhez. Nézzük csak meg. Megvan a 100. kilométer, ezt csak így mondom, hogy ez még valami országfalú, de a következő az már Feltőrákos lesz. Tehát szerintem 10 kilométeren belül magyar föld. A magyar téredőt már fogja, és lassacskán frissül neked itt a messenger már csipog meg minden, úgyhogy van már mobilnet is, csak nagyon gyenge még. Úgyhogy ez most azért nem live lesz, hanem csak így simán, de sziasztok, majd live-olok is egyet majd a határnál. Hát igen, ez volt a 100. kilométer, és akkor tényleg az volt, hogy az utolsó osztrák faluban volt ez, és a következő az már tényleg magyar volt, és szerintem nem telt el 10 perc, 15-21-kor vettem ezt föl. Az osztrák magyar. Úgyhogy egy kicsit közelebb megyek, hogy itt látszódjon a videón, hogy Feltőrákos 2 km, az első magyar falu. Ott a tábla, hogy most vagyok pont a határvonalban. Fél lábbal még Ausztriába, és Sopron 7,5, de addig már nem kell elmenni. Innen még kb. 20 km. Jó. Csak elengedtük a többieket. Hadd menjenek. Hát lesz még egy durva emelkedő. Nem is annyira durva. De itt még most nem csinálok egy live videót is. Megnézem, hogy itt mennyire fogja már a mobilnetet, vagy mennyire nem.
Hát igen, ez, na, itt sikerült ismét belépni magyar földre, hát innen még egy ilyen, hát egy bő 20-as kilométer, ami még hátra volt. Nem is csináltam a videót egészen több mint egy órán keresztül, tehát 16 óra 28-kor csináltam a következőt, akkor már, hát kvázi már a célegyenesbe. Itt éppen hidegségben vagyok, és a 120. kilométer után. 120 kilométer, és akkor most megyek be egy hidegség nevű faluba. Ott van. Hidegség. Hát hidegség az nincsen, melyiként kurva meleg van, de azt hiszem, hogy a következő már hegykő lesz. És szerintem már csak néhány kilométer. Eleve 120 kilométert lekalkuláltam az egész tókerülést, úgyhogy innen már nem lehet messze. Úgyhogy lassan akkor ideje lesz. Hát igen, itt már azért érződik a fáradtság 120 km biciklizés után, tehát mikor is kezdtük az egészet, tehát az első bejelentkezés az 8 óra 12 perc volt, és ez már 16 óra 28-kor lett fölvéve. Tehát azért, hát igen, látszik, de itt már tényleg közel, viszont hidegség után volt még egy fertőhomok nevű település, és utána jött egy kő, de ne szaladjunk ennyire előre, a következő. Akkor ismét biciklire föl, aztán lenyomni még ezt a pár kilométert, ami mából hátra van. Ez a 120-hoz képest meg már sétagalop lesz majd az, hogy holnap még Pomogyig el kell tekerni, és ott fogok vonatra szállni. Azon a kicsit messzebb van, mint Feltőszent Miklós, de egyrészt legalább azt a vonalat is bejárom, és akkor a Dunántúl már csak egy marad, ha nem számolom a kisvasutakat másrészt, meg ugye ott még bármi érdekesség lehet. Főleg, hogyha igaz, hogy 11.40-kor fog csak jönni, hát lehet, hogy órákig kell ott várni. Hát ugye, hát órákig nem, de azért egy órát biztos, hogyha úgy jön ki a lépés, ahogy gondolom. De hát ott érdemes, mert ugye ma is ott volt a Ventus, és bármi, hát emelet egy City Shuttle, a szerencsém van, azzal fogok utazni. Meg hát jöhet bármi. Ja, még ÖBB-s talentet is láttam majd bár, de az nem annyira újdonság, de még jöhet valami osztrák csoda. Úgyhogy már csak azért is érdemes. Hát akkor szerintem előre, aztán meglátjuk, de még tolok egy Facebook Live-ot is így innen. Hát igen, a Facebook Live az végül is megvolt, amikor beérkeztem hegykőre, csak az nem vettem föl telefonnal is. Az körülbelül egy olyan negyed órával később volt, amikor kapcsoltam, mert tényleg itt Matiáv az volt, hogy feltől van meg hegykő, gyakorlatilag egyben van épülve, tehát innen átgurultam, csak 2 kilométer volt ott. Záró videó volt, az, hogy ugyanott, ahol az elején bejelentkeztem, azt felvettem, és gyakorlatilag ennyi volt az egész. Viszont, ami még érdekes, de... Ja igen, 11 óra, de ez már ugye másnap, amikor szintén akkor úgy kezdtem, hogy átmentem Pomogyba, hogy nagyjából úgy időzít, hogy ugye 11.46 környék. 11.40-kor indult a vonat Pomogyból, Feltőszent Miklósra. És akkor ugye 15 km volt hegykőtől Pomogy, tehát azt akkor áttekertem, most nagyjából úgy jött, hát olyan fél 11 felé értem oda, még volt idő körbenézni az állomáson is, és megint benn volt a Ventus, bizony, a Ventus akkor is benn volt. És ugyanott állt a táló, mint tegnap, gondoltam, hogy na akkor ezt most félreállították, vagy nem működik, vagy nem megy, de mindegy, de legalább fotóza meg lesz. És aztán, amikor kimentem az állomásra, most lassan indulni fog a vendőmonat, akkor állt be a peronok mellé. És igen, de ez volt a legjobb meglepetés, hogy a Ventus ment Feltőszent Miklósra. Igaz, hogy szinte tök üdes, alig volt itt a utas, de valószínűleg délután fordulok be Lezsidel, vagy Bécs felé, vagy Glückendeichába megy Feltőszent Miklósról. Ugye azon a vonalon, de ez így jó volt, mert ki tudtam próbálni. Megutazni is tudtam a Ventusszal, erről is csináltam egy videót. Csináltam egy hosszabbat is, majd az egész út, azt majd külön videóval fogom felrakni. Most csak így ezt mutatom meg. Mai nap is tudott egy meglepetés, megint itt a Ventus, sőt, ez megy Feltőszent Miklósra. Úgyhogy nézzétek csak meg, hogy már nem csak fotóztam, nagy nehezen sikert megtalálni, most már utazni is tudok vele. Tehát, mutassam, Feltőszent Miklós. És 2 perc múlva indulunk. Arra fogunk menni. Így. Követve járjuk a vonalat szépen, de vagyis hát a vonatot.
De az elrendezésük egész jó. Asztalkásülés is van. Király. Az állában egy Siemens Desiro, ami villanymotoros. Arra van a WC. Bejött egy talent. Egy EVB is. Ez jött feltőzen Miklósról. Jó hosszú egy szerelvény, az már szó se róla. Hát igen, és nagyjából ennyi is volt az egész bicikliról, több nem készült róla, több videó, esetleg még nem megmutatom, hogyha megtalálom magát az útvonalat. Az még lehet érdekes, egyébként egyéni rekord is, mert ilyen sokat eddig egyben a biciklivel nem mentem. Mert ez nekem is egyéni rekord volt. És hát egyébként érdemes is. Tehát igazából nem bántam meg nagyon kellemes kis út volt, igaz, hogy azért voltak nehézségek, meg ez, hogy dögmeleg volt, ez nagyon nem hiányzott. Esetlenül nem lehet csinálni, de hát nem tudom, mennyire látszik, mert egy kicsit megfordulok, de itt ezen a környéken itt éppen a legjobban van, ahol nem igazán védett se a nap, teljesen más. Hát, meg hát ugye a palaszpóló az így megmaradt, tehát nem megmondta, Tongán ott van. Mert másképp ez, hát jó, hát így működött, azért mesztelenül mégsem szét biciklizhettem. És akkor megpróbálom még ezt megmutatni. Azt mondja, hogy Firefox-ot mutasd nekem, és akkor itt kihúzom, és akkor itt lehet látni magát az útvonalat. Tehát na szóval, indulás érkezés, tehát ugye nagyjából akkor itt innen jöttem, tehát hegykőn keresztül jöttünk, ez micsoda, Feltő szép lap, utána Feltő, tehát ez gyakorlatilag majdnem egy az egész, akkor innen ugye át, és akkor itt van az osztrák-magyar határ, ez pedig már Pomogy, itt volt a vasútállomás, itt azért van ez a kis kitérő. És itt is akkor itt végig tovább viszik bicikli úton, ugye látszik ez a 20 km-es. És akkor innen érintek Ilmic, az volt a másik város vagy falu vagy valami, amit érintettünk, és a Feltőtó az egyébként itt van mellettünk, tehát egyébként valahol itt azt hiszem van egy kompjárat, ahol lehet rövidíteni, hogyha valaki nem bírja egybe végig nyomni. Ezen a környéken valahol itt komppal le lehet vágni az utat. És akkor itt is szintén ilyen szántóföldeken mindenen keresztül mentünk. Valahol itt volt a kilátó. Hát itt a 40 km környékén volt valahol, most így pontosan meg nem mondom melyiknél, de valahol itt volt a kilátó. Megnyitjunk el egy picit jobban. Hordászdorf is, ugye. Itt volt, itt valami strandos, meg itt tényleg a tó közelére megyünk. Itt megint bementünk az erdőbe, igen, ez szerint, és valahol itt volt Nezsibert, már az elején, igen, az még itt, de itt volt a vasútállomás, és ez már itt Nezsibert. És itt megint ugye egy vasútvonal, jó is, itt volt a Správ, jó isnál. És itt megint itt, ezek ilyen kiépített bicikli utak voltak mindenhol. Itt volt még valahol egy ilyen, nekem szerencsét időben észrevettem, hogy rossz irányba megyek, és vissza tudtam fordulni. És ráadásul itt enyhe emelkedő volt el, de visszafele meggurultam lejtőn. Ez majdnem nem egy ilyen eseménytelen út volt. Hiszen idáig itt, hát ez a... Csak követni kellett, mindenhol ki volt táblázva, hogy B10, és arra kellett menni, tehát nem volt ez egy ilyen nagy dolog. Így. Lehetett oldani, meg igazából nehéz eltéveni, azért nem állt, ha az embernél van térkép, amit ugye folyamatosan tud nézni.
De viszonylag jól ki van táplálva még az aszfalton is, hogy merre. És egy tudod, hogy a B10-et kell követni, akkor nem tévedsz el. És akkor... Pedig én egy notórikus eltévedő vagyok, de... Igazából nagy gond nem volt, tehát valamikor mentem úgy akár 10-15 kilométert is, hogy nem néztem le a térképre. Itt volt, igen, ez nem tudom, ez az Zoggaus, akármilyen falu, ez már a vége fele volt nagyon. Tehát itt, igen, aluszt, igen, ezt csak érintettük, de ez is a térkép jelezte, hogy erre kell jönni. És itt ilyen szőlővidékek mellett ment a bicikliút végig. Hát itt jobban néztél, balra néztél, nem láttál csak szőlőtőkéket. De, itt volt az a kis kerülő, hogy itt nem volt jelölve, hogy merre kell menni, én meg itt nyílegyenesen nyissú. De legalább megtaláltam azt a kis azért, egész olcsó büfé volt, ahol tudtam lenni valami jégkideg teját, nem már nagyon melegem volt, itt vissza. És itt volt valahol 100. kilométer, itt jelentkeztem be, hogy már a 100-as. És itt a határ. Tehát itt látszik, itt ez már tényleg közel volt a határ, és itt ugye live videóm is volt, meg itt most mutattam, hogy volt, tehát és ez már itt Fertőrákos. És itt egyébként a bicikli út az valahol itt egy ilyen sáros, akármilyen földúton lehetett volna, viszont itt inkább, tehát így errefele kanyarom van, de itt inkább levágtam a kanyart és ettem 3 kilométert a közúton. Tehát nem volt egy forgalom, úgyhogy simán meg, csak egy kicsit volt emelkedő, nagyon durva emelkedőtnél meg toltam, mert nem. És akkor itt viszont már ugye golf. És itt megint volt egy rövid erdei szakasz, itt pedig ugye a közút mellé visszavezetett, és itt volt a bicikli út végig. Tehát ez megint az volt, hogy akkor itt Fertőhoz, amit szintén csak érintettünk. Tehát ugye itt van valahogy a Fertőhoz, az itt van a nagyszerű kisvasút. És akkor ugye 120. kilométerig ugye itt jelentkeztem be, hogy ez már hidegség volt. Hidegségen és itt ment a főutcán végig a bicikliút. És akkor itt jött még, ja, a Fertőhomok, az volt a következő. Fertőhomok itt, igen. Tehát itt volt még egy bejelentkezésem, meg aztán itt errefele, itt hegykő, de ez már hegykő. És itt álltam meg. Nagyjából ugyanígy indultam, hát ez nem egészen, de itt valahol, itt volt egy ilyen nagyobb játszótér, meg egy busz megállom, és innen. Itt kapcsoltam be, még az útvonal rögzítőt is. Tehát jelenleg ide nagyjából ennyi. És itt vannak az adatok. Tehát igen, ez a 124,6, ez a lényeges igazából, meg ez a tiszta idő. Megállások minden nélkül ennyi volt a tiszta idő. Jó, a kalória nem érdekes, azt úgysem tudja pontosan számolni. Hát maximális sebesség az ennyi volt, mert ugye nem... Ugye még a lejtős szakaszok se tartottak sokáig, meg az ismeretlen teleport, azért nem száguldoztam. Átlagsebesség, hát az... Mondhatni úgy átlagos, tényleg terviszikivel, ez nem egy sietős tempó. Hát a hidratation az szerintem több volt, mint ennyi, mert olyan lazán elfogadni 4 liter víz, és még itt sem voltam a környéken se. Az időjárási adatokat nem tudtam, mert nem volt nete, ugye? Hát én nagyjából mennyi, tehát szerintem mindent elmondtam erről a kis túráról. Úgyhogy végül is ajánlom mindenkinek, aki megteheti ezt a Fertőtó kerülést, mert jó, meg lehet. És vannak szép tanyag, nyugodtan meg lehet állni fotózni, és akár még standon is meg lehetett volna. Mert ugye egy-két helyen vannak, hát csak ugye, hát ugye nyilván a standon épül az elég drága, de hát most akinek fussa rá, az akár standolhat is. Meg vannak egyéb látnivalók is, érdemes végig menni legalább egyszer. És hát ugye végig van kiépített bicikli út, hogy nyugodtan lehet haladni, és kitállalkozási meg van. Sőt, még pomodnál még biciklit is lehet bérelni a vasútállomáson. Ott láttam is ilyen bérbicikliket. Egy napra talán valami 2-3 euróért odaadják, és egy nap alatt meg lazán végig lehet úgy tekerni, hogy vissza is élsz vele. Hát akkor nagyjából ez most ennyi lett volna, majd lesz egy felgyorsított videó és az egész.
túlálló, majd idővel fölrakom, hogyha megszűni végre a gép, mert ugye nagyon hosszú HD felbontás, nagyon sokáig szöszöl vele, most rábíztam a laptopra, az meg ugye nem egy előgép, de hát egyszer majd megcsinálja. Én köszönöm, hogy ezt megnéztétek, 47 percen megy már, hát nem választanak titeket most egyre tovább, de ha tetszett, akkor nyugodtan lehet lájkolni, kommentálni, akármit. Igazából ez talán az első vagy a második ilyen vlogos videó, de lesz még valószínűleg ilyesmi. Majd ezt most így felvettem live-ba. Ja, hát még a YouTube-on nem live-ozva megy, de majd így felrakom egybe ezt az egész videót. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok, majd találkozok legközelebb.